aztán újabb teleport, újabb tócsa, újabb üvegfal, újabb kiírás, mivel nagyon szereted a parkour, parkúroznod kell, fog kelleni, basszus. Sok sikert! Sziasztok, itt az ideje egy kicsit darálni, most végre jó helyen vagyok. A mai rész egy kicsit különlegesebb lesz, ugyanis ez az első olyan rész, amiben válogattam a pályát. Igen, azt találtam ki, hogy mostantól válogatni fogok. Ennek oka nagyon egyszerű, több mint 150 pálya várt rám, és ez volt az egyik. A másik dolog pedig az, hogy egyre többen írogatják azt, hogy hát igen, mindig ugyanolyan pályák vannak, úgyhogy úgy döntöttem, hogy igen, tényleg ideje már válogatni egy kicsit. Méghozzá a következő szempontok szerint. Ha elindulok a pályán, és nem a kezdőhelyen vagyok, vagy kreatívban vagyok, el se indulok, tehát onnantól az kész, azzal nem húzom az időmet, tessék megcsinálni normálisan, legyenek igényesek a pályák. Mondjuk ettől még nem lesz egy pálya igényes, de azt hiszem elvárható ez az alapvető dolog. Aztán a második szint, hogy hát oké, hogy a kezdőhelyen vagyok, de ha szokásos próbák vannak, akkor végigviszem, de nem készül róla a videó, tehát nem fogok fölrakni egy 30. parkour quiz kombinációs zár gyűjteményt. Nem kell. Azért végigviszem, ahogy mondtam, de videó nem készül róla, e-mailben írok a készítőnek egy értékelést. Tehát ennek fényében mondom, hogy a körülbelül 20 pályát kukáztam most ki. Nagy részük az ugyanolyan volt, tehát ilyen most parkouroz, most quizez, tehát nem kell, ti is unjátok. Aztán volt közte pár olyan, amiben kreatívan indultam, hát az ugye, az már eleve elesett. Írtam a készítőknek, úgyhogy most sok ember kapott levelet tőlem. Ezt még el fogom mondani pár darálóban, mert tudom, hogy lassan haladnak az információk, az egypercesekben is még mindig folyamatosan kapok a pályákat. Na de térjünk a mai pályára. A sok leselejtezett pálya között kettő volt, amin úgy elgondolkodtam, hogy lehetne róla videót csinálni. Az egyik az most fog következni, a másikon pedig még vacillálok, még nem döntöttem el, majd kiderül. Tehát a mai pályát Robi 513 készítette, és az a címe, hogy az elveszett gyémánt. Azt előre szeretném leszögezni, hogy ezt a pályát azért választottam, mert jó ötletek vannak benne, nem a gyönyörű építés miatt. Majd mindjárt látni fogjátok. Egy ilyen minimalista szobában kezdünk, összvisze egy gomb van, játék kezdés. Azért még egy szabályokat vagy információkat kirakhatott volna, hogy tudjuk milyen játékmód meg nehézség. A gomb megnyomás után átkerültem egy másik minimalista szobába, és ott egy kiírás történet. A mai nap is olyan volt, mint az eddigi, de... Aztán én mondom, hogy á, de jót aludtam. Igen, ugyanolyan blokkból van a szoba minden oldala. Hát, mint mondtam, nem a szép építés miatt választottam. Javaslat, ha más blokkból van a padló meg a fal, akkor már nem tűnik annyira műnek. Találtam egy zenedobozt a falban, amit még mindig nem bírtam feldolgozni. A LED a kinyitása után elkezdett telepakolódni a chat, és valami diszkószám indult el. A nap csak olyannak tűnt, mint mindegyik. Csavus a gyémántja eltűnt. Hol a gyémántom? Csabusa kereste a gyémántját, és egy kicsivel később meghallott egy hangot. Ezen szólt nekem valaki, szóval eltűnt a gyémántod, ha vissza akarod szerezni, akkor nézz szét a házadban. Sok sikert! Tetszik ez a narrátoros hangulat, de nem értem, mi a gonosztevőnek a célja, majd mindjárt meglátjátok. Természetesen visszanéztem a ládába, mert engem is érdekelt, hogy mit láttam egy pillanatra. Hát nekem erről az izéről egy zombi sellő jutott eszembe. Nem tudom, írjátok meg, hogy nektek ez miért. Egy zombi sellő fullánkkal. A házban találtam egy másik szobát, a falon volt egy képkeret meg egy kapu, nekem erről a fürdőszobai tükör jutott eszembe, de mint kiderült, valószínűleg nem is tévedtem. A ládában valaki szétszórta az újságokat, hát úgy gondoltam rendet rakok, úgyhogy összeraktam őket. A melletti lévő hopperben is szét voltak szórva a pupnak átnevezett kakaobabok, hát azokat inkább nem rendeztem. Volt még egy szoba a házban, mikor bementem, jött a kiírás, ez a gödör mióta van itt. Lent van egy gomb, ezt megnyomva beindulnak az események, szerintem egy kicsit több időt kellett volna hagynia, de először megmutatom, hogy hogy van a pályán. Tehát megnyomtam a gombot, elteleportáltam, zuhantam egyet, elkezdtem körülnézni, közben jöttek a kiírások.
Aztán pár másodperc múlva meg már teleportált is tovább. Egy kicsit több időt hagytam volna. Sőt, én úgy csináltam volna meg, hogy a második teleportálást azt a játékossal indítatom el, tehát mondjuk lenne egy gomb, vagy egy kiírás a cseten, hogy tovább, vagy kattints ide, tehát valahogy így. Szóval zuhannok egyet a tócsába. Velem szemben üvegfal mögötte egy érdekes karakter, aki azt mondja: "Áh, szóval jöttél a gyémántodért, de előbb hadd mutatkozzak be, Robi513 vagyok." És akkor mi van? Pont, pont, pont. Aztán újabb teleport, újabb tócsa, újabb üvegfal, újabb kiírás. Mivel nagyon szereted a parkourt, parkúroznod fog kelleni. Sok sikert! És innentől minden kőből van, hát mint mondtam, nem a szép építés miatt választottam. Egy kis lávás ugrálás, lehet izgulni, hogy vajon túléltem-e. Kiderül a reklám után. Paula jó fej, ő a legnagyobb rocker. Pudingot nyom, nem csak tejet, kóstold meg, amíg meleg. Barna is finom, mint a csoki, ezt mondja Paula a rocker boci. Paula pudingja kihűlt már, még egy adag csak rád vár! Meglepő módon elsőre sikerül, aztán gomb. Megint zuhanunk a tócsába, aztán kiírás: "Gyorsan megcsináltad, akkor nehezítsünk!" Ez az akadály viszont szerintem túl nehéz lett. Van egy rész, amikor sarkosan kell ugrani. Tehát van két létra, ami derékszögben állnak. Hát, nem tudom, szerintem az átlag játékos ezt nem teljesíti. Legalábbis én nagyon nehezen. Milyen rendes, kiírja a halálok számát. Biztos ezzel akar idegesíteni. Gratulálok, sikerült. Tetszik, hogy az üvegfal mögül néz, ugye ennek a résznek az a lényege, hogy ő most szivat engem, és tényleg úgy van értelme, hogy közben figyel engem, hogy lássa, hogy hogyan szívok. De azt nem tudom megérteni, hogy a házamban, a lyukban mi volt egy gomb, ami idehozott, és ellopta a gyémántomat, de meg is akar szivatni. Oké, az addig oké, hogy el akarta menni, vissza akarta menni a gyémántomat, de ő megszivat. De hát miért volt a házamban a teleport? Azt nem értem. Az valahogy nem. Az nem. 2456 próbálkozás után úgy döntöttem, hogy most már ideje kreatívba váltani, különben nem fogom látni a pálya további részét. És meg van csinálva, hogy érzékelje a rendszer, kiírta a csetet, csalunk mi. Poén. A túloldalon túlélőbe váltottam, mert nem emlékeztem, hogy idáig milyen játékmódban voltam, és hát ugye nem írta ki az elején, hogy milyen kell, szóval így járt. Jó, most már utólag tudom, hogy kalandban voltam. Gomb, zuhanás, tócsa. Most lőj egy-egy nyilat a lámpákra! Addig oké, hogy meg akar szivatni, de ezzel engem hogy szivat meg? Itt kezdett az az érzésem lenni, hogy na tessék, már megint próbálk egymás után, pedig olyan jól indult a pálya. Lövöldözés után zuhanás a pocsolyába. Bocs, de nincs más ötletem! Na én mindjárt jövök, addig szök meg a kis teremből! Szembe egy tábla, írt be a kombinációt. Na már emeltem a lábam, hogy szétrúgom a gépet, de közben jött a csetre még egy kiírás. Tipp, lőd ki az üveget. Bizony, figyeljetek, ez a kedvenc részem. Nagyon állat, nézzétek meg még egyszer. Itt a pálya újra felkeltette az érdeklődésemet. Megszökünk a próbákból, méghozzá nem is akár, hogy szétlőjük az üveget az íjjal. Nézzétek meg még egyszer! Tovább van egy üres szoba, aztán egy majdnem üres lyukas szoba. A ládából a húst lenyúltam, a lyuk pedig zsákutca. Maradt a tesztelőszoba. Egy gomb, ami kiüti a padlót, kíváncsi vagyok, hogy ezzel mégis mi az immunrendszer tesztelnek. Aztán szűk kőfolyosó, látszik, hogy a készítő ért a resztonozáshoz, viszont a díszítést, hát azt még egy béltó is jobban megcsinálna. A végén üres szoba, nyomólap. Gratulálok, végvitted a mapom. Meg egy liter water. Eddig tartott végigjátszani a mapot. Meg egy liter water. 0 óra, 4 perc és 41 másodperc. Valószínűleg ezt a kiírás jobban értékelik azok, akik értenek a restonhoz. Én meg előlegezek neki plusz 5 pontot. Nem néztem bele a reston rendszerbe, de ha a Play One Minute score-nak az értékét osztogatta és így számolta ki, hogy mennyi az óra, perc, másodperc, akkor nagyon szép munka. Ez is egy olyan apróság, amit valószínűleg nem sokan tudnak, de tök jó fel lehet vele dobni a pályát. Aztán nyitottam volna ki a ládát, de teleport egy szűk szobába a Robi513-mal. Hehe, pont ahogy terveztem. Azt hiszi, hogy megvannak neki a gyémántjai, pedig azok valójában hamisak.
Folytatjuk? Tetszik, hogy játékmódot vált és a helyemre ragaszt, folyamatosan erre a helyre teleportál. Viszont kár, hogy nem fejeződött be a történet, tehát akkor most olyan félbe maradt az egész. Kicsit kár érte. Azt megint nem értem, hogy egy idő után miért szűnik meg ez a, akkor mondjuk ragasztásnak. Tehát egy idő után így elenged, repkedhetek. Szerintem simán maradhatott volna így is. Kint találtam egy rakás kommandokkot, repeaterekkel. Nem néztem bele, nem tudom mit tudnak, de bármi is az felesleges így megcsinálni. Egy kicsit rombolta azt a képet, hogy ért a Restonhoz. Na, de nézzük a mérleget. Ami tetszett a narrátor mód, bár csak az elején volt, lehetett volna belőle több, lehetett volna végigvinni a pályán. A másik dolog az az üvegbetörés, az... Nézzétek meg még egyszer. Ami nem tetszett, a szinte nulla díszítés. A ház mindenhol fából volt, utána minden kőből volt. Legalább az, hogy a padló meg a fal másból legyen, az nem elég, de legyen az a minimum. A másik a befejezetlen történet. Köszönöm, hogy néztetek, a kézikönyv óvjon.